Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Még nagyon reggel van, álmos vagyok még. Itt a reggeli kávé is. Szóval, gyerekek, jövök nektek ma egy vloggal. Megyek, átakatom a póthajamat. Megyek a tündikénhez, a fodrászomhoz. Egy barátunk is megcsinálja a hajamat szépen. Majd jövök nektek a végeredménnyel is, meg megmutatom, hogy mennyit nőtt a hajam. Mikor leveszi a póthajat, meg megyünk mindjárt, remélem felkeltjük, mert neki is 1 millió dolga van, és nem aludhat. Nem engedjük meg, hogy aludjon, mert a lagzi hete van, gyerekek. Kedv van, és nem soká itt a lagzi, és fel kell pörgetni az eseményeket, mert hú, totálisan ki vagyok már, semmit nem alszunk már este, annyira izgulunk, hogy nagyon. Már megvan a madárka. Már megvan a nyitó táncunk, megvan a bevonuló zenénk, megvan, hogy a szertartás alatt milyen zene fog szólni. Szóval már nem sok híja van mindennek. Tegnap lebeszéltem, mi a hangosítót is lesz, füstgép is, minden lesz, gyerekek. Jaj, már nagyon-nagyon-nagyon várjuk, mindenki nagyon várja. Ma megyek a ruhákért, azt is fel fogom nektek venni. De persze nem mutatom meg, hogy nekem mi lesz a mennyasszony, melyik lesz a mennyasszonyi ruhám. Majd akkor látjátok, ha majd teljesen fel leszek öltözve, a hajam is meg lesz csinálva, ki leszek szépen sminkelve. Majd akkor fogjátok meglátni. Na jó, megiszom a kávémat, és menjünk, látjuk vele miért. Itt vagyok, látjátok, még alszik magánkéből. Emil. Emil. Haló. Emil. Mindig nehezen kell fel. Emil! Keljél! Hallod? Emil! Jó reggelt! Mi van, ne nagyja? Mennem kell a tündikéhez a hajamat megcsináltatni, keljél felfele, mert a gyerekek... A gyerekekre vigyázni kell. Főzni kell, mosni, takarítani, még nem leszek itthon. Fenn vannak a gyerekek is, keljél fel. Ne aludjál. Most, mert nekem már mennem kell. Még mindjárt csak egy kicsit, mama. Nincs kicsi, keljél. Egy perc. Mama, kérdek. Keljél hát, könnyi. Mindjárt jó lesz. Nem lesz jó, mindjárt esik fel kell. Hallod? Jó. Most. Igen. Emil. Emil. Kelj fel, nem alszunk. Haló? Majd elmond. Felmászok a falra, nem vagyok biki. Na, azt megnézzük a nézőkkel, hogy mászol fel a falra. Már. Keljél most már, jó? Milyen felkelt? 1 milliárd dolog van, 1 milliárd. Érted? Hallod? Nyomnál semmi zenész, keljen fel. Istenként nem igazán majd békémet, egy percet kértem. Nincs egy perc, már reggel van, na. Már süt a nap, fel kell kelni. Mennem kell itthonról el. Hallod? Jó van, fenn vagyok már, na. Na jó van, gyerekek. Elindulok, majd a kocsiból jelentkezem. Na hát, nem tudtam elindulni, mert Emil még mindig visszaludt. Keljél már fel, légy szíves, most már! Haló? Nye! Keljél hát fel! Megyek itthonról, a gyerekek fenn vannak. Szerintem nem fenn vagyok. Nem, alszó, horkoltál, az előbb hallottam. Kelj fel, légy szíves, most már, jó? Hol vannak a gyerekek? Vannak a szobában, fent vannak. Fent vagytok? Igen. Mesélyzetek szépen. Hát, nehogy aludjál. Keljél fel, csinálja nekik reggelit, mert nekem nincs idő ilyesmire most. Éjesek vagytok? Kell. Igen. Jó van. Anya hazajön, kibírjátok. Úristen, kelj már fel, most már tényleg már meg foglak verni. Figyeld meg. Sziasztok, gyerekek, már egy 5-10 perc, és ott vagyok Tündikénél. Már nagyon meleg van,
Sziasztok! Tündi, ő csinálja nekem a hajamat, visszarakom, befesti, nyugodtan befesti, és visszarakjuk. Hajjunk az eredménnyel. Ezután jön a hajfestés majd. Na, sziasztok gyerekek, kész lett a hajam, nézzétek meg, ilyen lett. Tündike az egy varázslónő, nagyon ügyes, nagyon szépen megcsinálta, úgyhogy indulok hazafele, majd otthon jelentkezem, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve Tündivel. Nagyon meleg van amúgy, brutálisan meleg van. Indulok is hazafele. Egy óra hossza az út, még hazaérünk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok gyerekek, jöttünk a ruhákért, csak egy kicsit most várni kell, mert vannak bent, próbálok. Igaz? És kivételesen jött velem Emil is. A hajamat ne nézzétek, mert nagyon meleg van. És fővünk, izzadunk. Te mit bújkálsz? El kell mondjak, hogy valamit úgy nézek ki, mint egy kínai napi égetett szamuráj. Szamuráj. Szomorú ne legyél, csak szamuráj. Boldog szamuráj van? Igen, most az leszel boldog. De miért szomorú a szamuráj? Azt nem tudom. Na mindegy. Majd, ha kijönnek, bemegyünk, és elhozzuk az egészünk ruháját, igaz? Hát igen, nagyon meleg van gyerekek, ide hátra jöttem már most be. Elromlott a klíma az autóban. Hallelúja, pont ilyenkor. Rájött volna télen elromlani, nem? Ja, igen. Ez van, mindig így járunk. Most izzadunk, főzünk. Igen, nagyjából majd csak minden el van. Intézem, hogy nekem kell egy cipőt venni a plázába, vagy nem tudom hova, ahol találunk egy jó cipőt, de ne is régen mutat a kamerát. Úgyhogy oda bemegyünk, meg egy nyakkendő, meg Emilkének még egy pár cucc. Meg nekem is kell egy cipő. Igen, meg még a fél bolt, ugye? Igen. Úgyhogy majd jövünk nektek. Sziasztok!